Vita a telepadóról, új emlékmű lesz a tettjén. Lila fényfestéssel emlékezik a világ a koraszülöttekre. Összefogott a sportiskola és a PMFC idén is megrendezték a Pamacskupát az Orisannal. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják november 17-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Decsi István személyében új alpolgármestert választott csütörtökön a pécsi közgyűlés, írta a pécsiújság.hu. A közgyűlési Fidesz frakciót Juhászné Müllner Marianna vezeti a jövőben. Decsi István a beruházások ösztönzését, a munkahelyteremtés tekinti legfontosabb feladatának. A titkos voksoláson 20 igennel megválasztott politikus, akit Páva Zsolt javasolt a tisztségre, szűzbeszédében többek között kiemelte, hogy a pécsiek érdekeit kívánja szolgálni, ahogy tette eddig is a pécsi közgyűlésben a Fidesz frakcióvezetőjeként. Hozzátette, a városnak hatalmas fejlődési lehetőséget kínál a most futó uniós ciklus, mivel egy EKF-nyi pénz érkezhet pécsi beruházásokra. Több telekadót fizetnek a helyi vállalkozások, mint a városba települő multik. Ezt kifogásolták az ÖPE képviselői a csütörtöki közgyűlésen. Ezért a párt módosítaná a telekadóról szóló rendeletet. Páva Zsolt szerint nem igaz, hogy a külföldi cégeknek adott kedvezmény káros lenne a kis és közepes vállalkozásokra nézve. Új emlékműről, az önkormányzat cégeinek személyi kérdéseiről és hitelek folyósításáról is szavaztak a városatyák az ülésen. Míg a multik négyzetméterenként csak 10 forintot, addig a helyi vállalkozások 60 forintos telekadót fizetnek a városi kasszába évente. Ez úgy lehetséges, hogy a jelentős adókedvezmény az ipari parkban érvényes, de a magyar kis- és középvállalkozások jó részt azon kívül működnek, véli az ÖPE képviselője. 30 forint per négyzetmétert javasoltunk, hogy fizessenek mind a kis, közép-kis vállalkozások, mind a külföldiek, igaz, az ipari parkban vannak. Értjük, hogy az ipari parkban próbálunk beruházókat hozni, de ez nem történt meg 2012 óta, és ennek a diszkriminatív szabályozásnak a helyretétele a cél. A párt ezért módosítaná a telekadóról szóló önkormányzati rendeletet. Javaslatukat azonban csütörtökön leszavazta a testület. Ez a javaslat az önkormányzatnak kárt okozott volna, hiszen hogyha olyan helyzetben, amikor egyébként nagyon potens és nagyon-nagyon jó befektetőket tárgyunk az ipari parkban, mint leendő betelepülőkkel, az ottani telekadót megemelni sokszorosára, az igencsak rossz üzenet lett volna ezen befektetők számára. Éppen ezt a közgyűlés nagy többséggel ezt a javaslatot leszavazta, és szerintem jól tette, hogy leszavazta. Más ügyek is perzselték a hangulatot csütörtökön. Szóba került a tévétorony környékének felújítása, amihez az önkormányzat megveszi a volt Misina éttermet 82 millióért. Az a terv, hogy korcsolya és minigolfpályát alakítanak ki a tetején. Döntöttek még egy szobor megépítéséről is, a mecseki láthatatlanoknak állít emléket nem sokára az alkotás a tettjén. A Pécsi Egyházmegye jelenleg összesen 20 köznevelési intézmény fenntartója, 12 iskolái és 8 óvodáé. Az Egyházmegye a közelmúltban 2 sikeres pályázatot nyújtott be az egyes egyházi oktatási infrastruktúrális fejlesztések című felhívásra, amely 2 intézményt érint, a Pécsi Szent Mór Katolikus Iskola Központ és a Kumlói Kodály Zoltán Énekzenei Katolikus Általános Iskola fejlesztését. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint 2 milliárd forint összeggel támogatja. A Pécsi Szent Mór Katolikus Általános Iskola alapfokú művészeti iskola és gimnázium több célú intézmény. Az általános iskola mellett felmenő rendszerben 4 osztályos kifutóban 8 osztályos gimnázium is működik. Az első 8 évfolyamon mindenki részesül képző vagy zeneművészeti oktatásban, a 9-12 évfolyamon pedig lehetőség van ilyen irányú továbbképzésre. A napokban aláírták a város és az állam képviselői azt a támogatási szerződést, amely révén 305 millió forint érkezik Uránváros szívének felújításához. Így véglegesen eldőlt, hogy sor kerül a Piac és a Hajnóci utca egészének megújítására, a Bihari János utcától egészen a Laterumig parkolókat és új zöld felületeket is kialakítanak.
Mindez a városnak egy fillérjébe sem kerül. A megvalósuló fejlesztések eredményeként a piac területét felújítják, korszerűsítik az 1000 négyzetméteres fedett csarnokot. Az árusítóhelyeket, WC-ket, mosdókat is rendbe teszik. Cél az is, hogy a piacon a helyi kis és őstermelők is kínálhassák portékáikat, így a helyek egy részét az ő számukra tartják majd fent. Ma van a koraszülöttek világnapja. Ebből az alkalomból lila színű fényfestéssel borítják be a tettyei romokat sötétedés után csütörtökön Pécset. A szülészeti klinikán pedig egész napos megemlékezést tartottak a koraszülött babáknak és szüleiknek. A Pécsi Tudomány Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának koraszülött osztálya ünnepel. Csatlakoznak a koraszülöttek világnapjához. Feldíszítették az osztályt és meghívták a korábban itt született koraszülött gyermekeket és szüleiket. Ez a kisfiú most 4 hónapos, szépen fejlődik, ő is koraszülött volt. Az állandó kontroll, megfigyelés nagyon fontos az ő számukra. Az, hogy korábban született, idézőjelben nem tudom mivel jár, hogy fejlődik az ő kis szervezet, a kis szíve, mondjuk a tüdeje, a gerince, hogy a tartása, tehát ezek mind járunk ugye szemészetre is 3 heten, tehát fontos, hogy jól fejlődik-e pocakon kívül minden szerve, és így megnyugszom, hogy igen, tehát fontos ez a vizsgálat. 2014-ben közel 500 millió forint Európai Uniós forrásból a neonatológia tanszék többek között korszerű lélegeztető gépekkel, infúziós pumpákkal, EEG berendezésekkel gazdagodott, amelyek nem csak az életbemaradást segítik, de a felnőttkori minőségi élethez is hozzájárulnak. Ezt erősíti egy új, úgynevezett kenguru módszer is, amelyet tavaly 2015-ben vezettek be. Magyarországon alapvetően azt lehet mondani, hát ilyen 8-10%-os körül a koraszülött frekvencia, ami azt jelenti, hogy minden 10. gyerek koraszülöttként jön a világra. A tavalyi évben kb. 8000 gyerek volt az, aki a 37. gesztációs hét előtt született, és ezen belül 1200 gyerek volt, akinek a születési súlya nem érte el az 1500 grammot. És ezeket a koraszülötteket azért kell különös gondossággal követni, vizsgálni, mert végül is nem csak az a fontos, hogy ez az ápolás, ami itt történik nálunk az intenzív osztályunkon, hanem alapvetően az is nagyon fontos, hogy amikor hazakerültek, hogy utána fokozott gondozást igényelni, nagyon fontos a korai fejlesztés ezeknél a babáknál. A lila szín a koraszülöttek jelképe, és a világnap alkalmából az elmúlt években már többször is lila fénnyel világítottak ki néhány híres épületet, például a Sydney Operaházat vagy a Boszporuszon átívelő hidat. Idén a tavalyi évhez hasonlóan Pécs is csatlakozott a kezdeményezéshez. Lila színű fényfestéssel borították be a tettyei romokat sötétedés után, november 17-én. Harmadik alkalommal rendeznek mézes reggelit, a holnapi nappal november 18-án pénteken az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Baranya megyei szervezete. A témában szaktanácsadó Máj Gábor a vendégem, szeretettel köszöntöm. Ez a mézes reggeli ugye Magyarországon harmadik alkalommal kerül megrendezésre, Szlovákiából indult ki, és úgy tudom, hogy ott már 9. alkalommal rendezik meg. Miért csatlakoztunk ez a nemes kezdeményezéshez, lehet azt tudni? A csatlakozásnak az oka tulajdonképpen az, hogy minél több fiatal kisgyermekkortól egészen a kamaszkorig találkozon és ismerkedjen meg a Magyarországon fellelhető többféle fajta termelői mézzel, és ennek keretein belül lehetőségünk van nekünk méhészeknek, hogy bemutassuk a termékeinket, kóstoltassuk a gyerekekkel a termékeinket, és minél szélesebb körben ismertessük meg a termelői mézekkel a diákokat. A város több pontján lesz lehetőség mézes finomságokat reggelizni? Hogy kell ezt elképzelni, aki mondjuk még nem találkozott vele? Tehát úgy helyesbítenék, hogy a város több pontján lévő is oktatási intézményekben, tehát óvoda, középiskola, általános iskola, középiskola, többek között például a Kökény Hupikék napközis csoportban kerül megrendezésre, Belvárosi Újban lesz kolléga, aztán a Koch Valéria iskola centrumban, az általános iskolai részben, aztán a Nagy Lajos gimnáziumban például szintén lesznek méhész kollégák, akik kóstoltatják a diákokkal a finom termelői mézeket.
Akkor elmondhatod, hogy egészen az óvodás korottól a középiskolás korosztályig meg vannak célozva a fiatalok? Igen, tehát ez az érdekesség, hogy a inkább a nagyszülők, mármint az én korosztályom, tehát az én korosztályomnak a nagyszülei nagyon sok mézet fogyasztanak. Még a szüleink, azok valamilyen oknál fogva, és az én korosztályom kevesebbet, nem tudjuk, hogy mi ennek az oka. Valószínű, hogy hiányzott talán a méznek a reklámra, PR-ja abban az időszakban itthon, és nekünk pedig szükségünk lenne arra, hogy a fiatalokhoz minél több alkalommal eljussunk, és megkóstoltassuk vele velük a mézet, hiszen nagyon fontos, egyrészt fontos élelmiszer, másrészt pedig nagyon jótékony hatásai is vannak a méznek. Úgyhogy több ezer diákot érint körülbelül? Igen, Baranya megyében, mivel ez egy országos rendezvény, tehát a holnapi nap során, tehát november 18-án az egész országban minden, azt lehet mondani, szinte majdnem minden város településén megjelenünk valamilyen formában. Baranya megyében is körülbelül olyan 3000 diákot fog ez érinteni. Tehát örülünk neki, hogy minél többen, és ugye a harmadik alkalommal, tehát minden egyes évben egyre többen csatlakoznak a kezdeményezésünkhöz. Ez egy országos mézkampánynak a kezdete, úgy tudom, ez a mézes reggeli, és a pécsiek, a baranyaiak, azoknak van egy külön különlegességük, egy másfajta kapcsolódási, csatlakozási pontjuk is. Mi ez? Így van, a pécsi véradó állomás keresett meg minket, személy szerint engem azzal a kéréssel, hogy az állandó véradóiknak egy kisebb csomagot állítanának össze, és ebben, hogyha tudjuk őket támogatni, akkor egy üveg mézeti termék legyen benne. Nagyon szívesen vállalták a baranyai méhészek azt, hogy támogassák ezzel a véradó állomást, és mivel amúgy is, hogyha valaki minél több mézet vagy virágport fogyaszt, az bizony vérképző hatással is van a szervezetre, tehát messze menőkig tudtuk támogatni, és tudunk segíteni ebben a kezdeményezésben. Melyik fajta méz a legegészségesebb? Bár mondjuk most ilyen szempontból nem biztos, hogy célszerű kiemelni, mert akkor a másik az kevésbé, az nem lesz olyan népszerű, de mindegyiknek gondolom megvan a maga kuriózuma, akászméz, virágméz, vagy van a vegyes méz, vagy hát van még többféle méz is. Milyen különbségek lehetnek? Vannak, tehát azt tudjuk mondani, például, hogyha valaki állandó jelleggel fogyasztja mondjuk a repcemézet, azt tudjuk, hogy a magas gyomorsav túltengésre alkalmas embereknél csökkenti ezt a hajlamot. Aztán a hársméz esetében, ugye a hársnak mindenki tudja, hogy a hőrkurut, illetve a torok gégére, tehát a torokra nagyon jó hatással van, hiszen egy erős, jellegzetes íz, illetve zamat anyaga van, amivel, hát nem azt mondom, hogy torok kéményseprője, de hasonló tüneteket tud produkálni a méz, és ennek a hársméznek a fogyasztása. Aztán azt például szintén tudjuk, hogy a szelíd gesztenye méz, az a szív- és érrendszeri betegségekre nagyon jó hatással van, értágító szerepe van a fogyasztása alkalmával. Aztán a napraforgó méznél, ugye az egy nagyon gyorsan ikrásodó mézfajta, ez kifejezetten mondjuk a virágmézekkel egyetemben például sütésre szoktuk javasolni és alkalmazni. Az akácméz, amiről tulajdonképpen a legkedveltebb mézfajta Magyarországon. Egyrészt ugye a fogyasztás, ugye a mézes kenyeret szinte csak ezzel tudják általában elképzelni az emberek, de én ez mellett kiemelném például, hogy a kávé fogyasztásához egy nagyon finom akácméz, az sokkal jobb ízanyagot tud adni, mint mondjuk a sima cukornak a fogyasztása. Hát a
fekete kávéba, vagy a presszó kávé, vagy teljes kávéba nyugodtan lehet mézet tenni? Természetesen, tehát ugye a teljes kávéba is, vagy a fekete kávéba is, csak arra kell odafigyelni, hogy ne legyen nagyon forró, mert akkor változik, megváltoztatja, illetve rontja a méz beltartalmi értékét. De a teljes kávé, vagy pedig a tejjel történő fogyasztása pedig nyugtatólag hat a szervezetre, és sokkal mélyebben tud például aludni az ember, hogyha egy kanál méz, illetve tejet fogyasztunk. Akkor tehát holnap mézes reggeli, november 18-án pénteken. Köszönöm a beszélgetést, Máj Gábor. Köszönöm szépen. A februárban nagy sikerrel megrendezett Magyarország-Szlovákia női kosárlabda Európa bajnoki selejtezőt követően ismét kulcsfontosságú mérkőzést rendeznek a Lauberdezső sportcsarnokban november 19-én. Portugália legjobbjai lesznek a magyarok ellenfelei. A Peac Pécs három játékosát, Licskai Zsófiát, Raksányi Krisztinát és Zele Dorinát válogatta be a szövetségi kapitánya portugálok elleni összecsapásra. A szurkolók 18-án pénteken még megválthatják belépő jegyeiket a szombaton 20 órakor kezdődő találkozóra, emellett természetesen közvetlenül a meccs előtt 18 órától is lehet jegyet vásárolni. A felnőttek elővételben 1000, a találkozó napján 1500, a diákok pedig egységesen 1000 forintért tekinthetik meg az EB selejtezőt. 14 éves kor alatt ingyen szurkolhatnak a gyerekek a magyar válogatottnak. Két egymás utáni hétvégén is táncversenyt rendez a Pécsi Fordan Táncklub a Lauberdezső sportcsarnokban. November 27-én vasárnap 12 órától a Fashion Dance táncosok küzdenek a parketten a Magyar Kupáért. December 3-án, szombaton 12 órától pedig az ország legjobb akrobatikus rock'n'roll versenyzőinek lesz magyar bajnoksága. A két napon összesen 1100 táncos versenyez. November 27-i bajnokságra a pécsieken kívül a megyéből érkeznek Bói, Szajki, Mohácsi és pécsváradi táncosok, de több pesti klub, valamint Mosonmagyaróvár is jelen lesz. A fordanos csapatbajnokság lesz az első versenykategória vasárnap déltől. A versenynap második felében kerül sor a Fashion Dance Magyar Kupára, amelyet duóknak és csapatoknak egyaránt megrendeznek. A sportiskola és a PMFC közös szervezésében rendezték meg a negyedik Pamacs foci játékos sportversenyt, amelyre a PMFC U7-es játékosait várták a szervezők kedden délután. A játékos versenyen a gyerekek képességeinek, életkoruknak megfelelő feladatokban mérhették össze tudásukat a szakemberek segítségével. A Pécsi Fordán Táncklub bemutatója és a közös bemelegítés után kezdődött a Pamacs Kupa, melyet negyedik alkalommal rendeztek meg. A sportiskola, valamint a PMFC vezetőségének nem titkolt szándéka, hogy a hagyományos verseny során betekintést engedjenek a szülőknek az iskola működésébe, az induló sportosztályokba, valamint a PMFC által az iskolában működtetett labdarúgó akadémiai rendszerbe. Mikor mi ilyen picik voltunk, akkor még versenyszerűen nem lehetett sportolni, illetve nagyon sok sportágat kipróbáltunk, illetve akinek a sporthoz volt nagyobb affinitása, azok általában sportiskolában kezdték meg az iskolájukat, és ott az első négy általános osztály után választottak ki a különböző sportágakra. Én azt gondolom, hogy ezt vissza kéne valahol hozni a mai világba is, mert nem biztos, hogy az a gyerek, aki ma elkezd futballozni, az a futballban lesz a legtehetségesebb. Az idei Pamacs Kupán Erős Csaba is zsűrizett, aki az iskola volt tanulója, jelenleg pedig a PMFC játékosa. Nagyon jó emlékek fűznek az iskolához. A tanárok nagyon abszolút segítőkészek voltak. Össze tudtuk egyeztetni a sulit és az edzéseket, úgyhogy nagyon szerettem ide járni. Jó emlékek fűződnek ehhez az iskolához. A játékos versenyen a gyerekek képességeiknek, életkoruknak megfelelő feladatokban mérhették össze tudásukat a szakemberek segítségével. A szakmai zsűriben ült Erős Csabán kívül Kulcsár Árpád, az akadémia igazgatója is. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Vita a telepadóról, új emlékmű lesz a tetjén. Lila fényfestéssel emlékezik a világ a koraszülöttekre. Összefogott a sportiskola és a PMFC, idén is megrendezték a Pamacs Kupát az Óvisokra. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!